Tombol a nyár, és országszerte érdekesebbnél érdekesebb rendezvények várnak minket. Szép magyar települések, érdekes események sorozatunkban. Hát mi is találtunk még egy nagyon izgalmas rendezvényt, és ez nem más, mint a Szerencsi Csokoládé Fesztivál. És úgy gondoltuk, hogy ennek egy kicsit utána járunk, és meghívtuk nagy szeretettel Szerencs polgármester urát, Koncz Ferencet, és hát annak szeretnénk utána járni, hogy bennünk még Szerencs úgy él, mint a nagy cukor és csokoládé hazája, és hogy vajon ez a mostani fesztivál mennyire emlékeztet a régi múltra, hogy jött az ötlet, hogy legyen ilyen fesztivál, és egyáltalán beszélgessünk egy kicsit Szerencsről. Kezi csókolom, jó napot kívánok! Igen, Szerencsen a cukorgyárat a 120. kampánya előtt zárták. Ugye a cukorgyártásban kampánynak hívják azt a folyamatot, amikor kvázi a cukorkészítés folyik, ugye, mert a cukorgyártás az nem egy egész éven tartó folyamat. Amikor betakarítják a cukorrépát, akkor kampányszerűen dolgozzák föl. Sajnos már nem tudunk most ezen az őszön cukorkampányra készülni, mert nem működik a Szerencsi cukorgyár. Tehát ebben az értelemben, a múlt tekintetében sajnos a cukor része, a cukorgyártási része nincs meg a Szerencsi teljes palettának, de megvan, Istennek hála. Az 1923-ban elindult a csokoládégyártás. Gyakorlatilag az én korosztályom, a tőlem valami idősebb, és a tőlem valamivel fiatalabbak, akik Szerencsét, mint a magyar csokoládé egyik fellegvárát ismerték meg, ugyanúgy megtalálják a valamikori régi kedves ízeket és ismert termékeket. Én örülök. Én ugyan nagyon fiatal vagyok, de azért én is ettem sárga táblát barnával ráírva, hogy Szerencsi csoki. Igen, ez volt a keserű csoki, ahogy mi hívtuk ugye az étcsokoládét annak idején. És hát másfélét is, ugye a város sorozat, nem tudom, hogy mennyire tetszenek emlékezni, vagy mondjuk a melódia, hát amit most már nem úgy hívnak, hanem úgy hívnak, hogy retro. Most retro, de még tavaly lehetett melódia néven. De az nem a miénk, az egy másik. Ezért történt, de most erről nem akarok hosszan beszélni, mert a nevet azt... Azt most felejtsük, igen, de az ízek megvannak, és hogyha a termék Szerencsit ugyanaz szeretnének, akkor azt retro néven keressék. Így van. No, és hát pontosan ezért indult el a csokoládé fesztivál ötlete, mert én mindig úgy éreztem, hogy valami olyasmit nem használunk ki a város múltjából, vagy éppen jelenéből, ami annyira kézenfekvő. És hát ez a csokoládé. A csokoládé ez egy kedves termék, mindenki szereti. Ráadásul kiderült róla, hogy egészséges is, persze nem akkor, ha valaki kilót eszik belőle nap, mint nap, nyilván, hanem megfelelő mértékkel. És mint ahogy tudjuk, a boldogsághormonok és más ilyen jellegű... Nagyon sok magnézium tartalma van. Mi már tartottunk erről egészségügyi műsort is, hogy milyen egészséges tud lenni a csokoládé. Persze minél több benne a kakaó, és minél kevesebb a cukor, illetve egyéb adalékanyag. A Szerencsi csokoládéről pont az a jellemző, hogy 40%-on fölötti a kakaótartalom. Európában is egyedülálló különben ezen a téren. Na szóval, ezért indult el a csokoládé fesztivál, ez ma a 6. csokoládé fesztivál Szerencsen. Minket is meglepett már az elsőn is az érdeklődés nagysága, de tavaly gyakorlatilag bezárt a város, bedugult a város a fesztivál időpontjában. Tudni kell Szerencsről, hogy egy nagyon aranyos, 10 000 lakos körüli kisváros Zemplén kapujában, de amikor fesztivál van, akkor hát megtriplázódik a Szerencse megfordulók száma, Istennek hála. Ez jó, viszik a jó hírét. Így van, én is azt gondolom. És hát természetesen leginkább a csokoládéról szól a fesztivál, de szól kultúráról is. És hát meg kell mondjam őszintén, talán ez nem ez bántó, valamennyire nemzeti jelleget is kívánunk adni ennek a fesztiválnak.
egyrészt magyar termék, Szerencsi csokoládé, másrészt azért Szerencs a hegyajak kapuja az is. Így van, szép magyar tájak, hát ismerjük hát meg. Harmadrészt pedig ugye a hegyajai bor, ami ott nálunk kezdődik, ha lehet így mondani, és össze lehet nagyon jól kötni a tokai aszót mondjuk a Szerencsi csokoládéval. De milyen finom, jó, de gurmanok vagyunk igen. Most. Igen, és hát másrészt pedig a helyi kulturális értékeket is szeretnénk bemutatni, a történelmet is mondjuk, ha már itt ilyen gurmanságról esett szó, akkor mondhatom azt, hogy mindig van ökörsütés például, ez nagyon kedves infoltja ennek a fesztiválnak, ami különben 23-án pénteken kezdődik, 24-én szombaton folytatódik, és a csúcs az a vasárnapi nap 25-e lesz. A Szerencsi Vár, Várkertben van a fesztiválnak a fő helyszíne, és több színpadon folynak kulturális események. A helyi valamennyire népművészethez köthető különböző fellépőkön, vagy fellépőkkel kezdődően egészen országos színvonalú, hát népi és különben modern kultúrát közvetítő egységek is megjelennek, Istennek hála nálunk. Különben pénteken a nulladik nappal kezdünk. Igen. A több könnyűzenében érdekelt zenekar fogja elindítani gyakorlatilag a fesztivált, és hát aztán majd vasárnap fejezzük be, és hát mindig a fő attrakció a Hooligans együttes, aki Szerencsi, olyan értelemben is, hogy szerencsék alkotják, és hát mindenképpen kötődnek a városhoz. Hát így könnyű, ha egy városnak saját zenekara van. Aha. Láttuk is, hogy a tavalyi fesztiválon valami nagyon szépet kaptak. Igen, hát egy szép Szerencsi címer természetesen csokoládéból, és hát nyilván a három napot áthatja a csokoládé, de megpróbálunk, mivel általában azért lássuk be, hogy a csokoládé leginkább a gyerekeké, az ifjúságé. Hmm. Meg a felnőtteké, meg a nagyszülőké, meg szeretjük. A férfiaké, meg a nőké. Így van, így van. Szóval a pénteki napon az egy különleges nap lesz, egyértelműen a gyerekekhez, a fiatalokhoz szól, sportolók tartanak egy sportnapot, egyértelműen az ifjúság és a gyerekek számára, méghozzá komoly olimpiai résztvevőkkel hát erősítjük ugye ezt a napunkat, mindenkit, Szerencső és a környékről, a gyerekeket, az ifjúságot nagyon nagy szeretettel várjuk, és hát ezek után folytatódik szombaton egy szakmai nappal, ahol már sokkal inkább a magyar termékekről szólnak majd előadások, és hát vasárnap egy teljes vásári forgatag, rengeteg csokoládéval és minden más egyéb érdekes termékkel. Tehát akkor tulajdonképpen ez hagyományőrzés is egyben. Egyszer teremtettek egy hagyományt, hogy van a Csoki Fesztivál, másrészt a nemzeti kultúránkat mind zenében, táncban, kirakodóvásáron, és illetve azt mondta, hogy ötvözik a modern művészettel így van, is. Így van, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy határon túliak is megjelennek. Hát persze leginkább magyar érdekeltségű zenekarok, fellépők, néptáncosok. Egy nagyon-nagyon érdekes, néha már a bőség zavara az, ami az én számomra... A látogató se tudja, merre így induljon. Így van, több színpadon folyik különben a fesztivál idején. Mindenki megtalálja a számára legérdekesebb és legvonzóbb előadást, vagy éppen azt a terméket, amit keres. Szóval sok minden van szerencsén, rendkívül finomakat lehet enni, inni, bor, csokoládé, ökörsütés, mint ahogy az előbb is mondtam, és bizony nagyon-nagyon sok országos hírű zenekar lép fel nálunk, Ladány Bene, napról napra ugye megjelenő zenekarok, és nagyon nehezen tudom kimondani, mindig gondot jelen nekem a Punani Masztif, amit a lányom a lelkemre kötött, hogy mindenképp mondjam el, mert a mostani ifjúságnak ez mindenképpen ez egy üzenet, így van.
és a Pazó, és sok-sok zenekar, most hosszan tudnám soron, ide írtam le magamnak egy lapra, de hát szemüveg nélkül gondjaim vannak. Idiótszájd, ők szerencsi zenekar, a Cirádó úgy szintén, a Belga, és hát még sok-sok zenekar tudnék mondani, Magna Cum Laude, ismerős arcok, szóval sokan már országos, a fele is hívogató, hát még ennyi országosan ismert zenekarok léptek. Akkor abban segítsünk nézőinknek, meg mindannyiunknak, hogy hogy közelítsük meg szerencset? Vonattal, busszal? Lehet jönni vonattal is szerencs, vasúti csomópont, a Sárospatak, Nyíregyháza, Debrecen, illetve a Hides-Németi határátkelően itt ágaznak el a vasúti hálózatok, de hát lehet természetesen jönni autóval, busszal, a 3-as autópályán Miskolcig, onnan pedig a 37-es főúton lehet Szerencs felé megérkezni, amelynek egy része kétszer-kétsávos, egy része sajnos negatív módon került be a sajtóban már, mint a 37-esnek az éven, az állapota miatt, de azóta rendbe tettük, jelentem, hogy... Tehát most már bátran mehetünk, abszolút bátran lehet menni hozzá. Nem mogyoros csokoládé az út. Így van, nem lesz ilyen probléma. Na, ha már ennyi mindenről beszéltünk, egy kicsit maga Szerencs életéről, milyen a sportélet, mit csinálnak, hogyan készülődnek, úgy? A fesztivál maga rendkívül körültekintő és egy nagyon nagy előkészítő munkát igényel a város részéről. A kollégáim most már hetek óta gyakorlatilag ezt az előkészítő munkát folytatják, és ennek az előkészítő munkának a jegyében élik a napjaikat. Mindenki részt vesz benne, mármint az előkészítő munkában, aztán magában a lebonyolításban is. Ez jó, az összekovácsolja a várost. Így van. A sportélet, hát szerencsén 10 szakosztály működik a sportegyesületben. Egészen jók is vannak, és hát vannak természetesen olyanok is, akik országos szinten nem tudnak különösebben nagy eredményt elérni, de ott helyben nekünk rendkívül fontosak természetesen, de az éven van országos bajnok birkózunk, évről évre súlyemelőink úgy szintén ott vannak a korosztályos versenyekben. Élen nagyon jó a kosárlabda csapatunk, kitűnő pingpong és sakk szakosztályunkban. Ők minden módon valahogy megjelennek majd, különben, különösen a pénteki napon. Leginkább Szerencs nevelőegyesületként, minden sportban nevelőegyesületként, tehát a gyerekeken keresztül lép be a sportéletbe, hiszen Szerencs különben egy iskolaváros, 2 kitűnő általános iskolánk és egy gimnáziumunk, valamint egy szakképző intézményünk van. Ez azt jelenti, hogy nálunk szeptemberben, tehát a szorgalmi időben kb. 2000 diák tanul napról napra, van, amikor a létszám még több is. Úgyhogy ez a város számára egy meghatározó arculati front, ha lehet ezt a szót így használni. És természetesen erre ügyelünk is, ezt ápolgatjuk is a város esetében. Vannak külföldi vendégeink a fesztiválon, de természetesen ugye itt a Szerencsi csokoládén van a hangsúly. Azt azért el kell mondanom, hogy a Nestlé, aki a városban foglalkoztatóként jelen van, úgy szintén részt vesz ezen a fesztiválon, és természetesen mindenki megjelenik, vagy megjelenhet, aki úgy gondolja, hogy a számára valamit hozhat a Szerencsi Csokoládé Fesztivál. Most mondtuk, hogy a helyszíne az a Szerencsi vár, de egy picit mutassuk be, hogy milyen is ez a vár, mit jelent a turisták számára, vagy ha éppen nincs fesztivál? Hát először is a Szerencsi vár gyönyörű. A Rákócziak, biztos tudja főszerkesztő asszony, hogy Hegyalja, az Emplén azért nagyon erősen kötődik a Rákóciakhoz. Szerencs is a Rákóciakhoz kötődik ilyen értelemben, de nem a mindenki által ismert nagyságos fejedelem, Rákóczi Ferenc az, akihez mi kötődünk, hanem sokkal inkább Rákóczi Zsigmond, az alapító, a família alapító, akinek a csontjait
szerencsén meg tudjuk nézni a Szerencsi Református templomba. Szeretném azért elmondani, hogy Szerencs ilyen értelme egyértelműen történelmi város, hiszen még országgyűlés is volt Szerencsén 1605-ben. Szerencsén választották Magyarország fejedelmévé Bocskait. És akkor ezen a fejedelem választó országgyűlésen találkozott Bocskai és Rákóczi. Tehát ilyen értelemben a városnak nagyon-nagyon erős történelmi múltja, illetve hát olyan jellegű történelmi eseményekhez tudjuk kötni, amelyel nem tud azért mindenki dicsekedni. És amelyik városnak múltja van, biztos, hogy jövője is lesz. Így van, és azt is el kell mondjam, mondjuk a Szerencsi várral kapcsolatban, hogy egy egészen különleges képeslap gyűjteményünk is van a várban, ami ugye nem a Rákóczihoz kötődik, hanem egy helyi fogorvoshoz, a Petikovics fogorvos úrhoz. Ő alapította meg annak idején ezt a képeslap gyűjteményt, most már ez milliós nagyságrend is, és a világon is jegyzik, hol elsőként, hol másodikként, már ami a képeslap létszámát illeti. Szóval tudunk mutatni akkor is Szerencsén az érdeklődőknek szépet és jót, mondjuk a Szerencsi várban, amikor nem fesztivál van. De mondjuk Szerencsén működik a Szerencsi Cukormúzeum is, ami ugye már, mint ahogy beszéltünk is, most már csak múzeumként jelenik meg, mármint a cukorgyártás Szerencsén. Ezt is meg tudjuk mutatni a minket meglátogatóknak, és hát természetesen az a fajta millió, az a fajta hát a hegyaljára, az Emplére jellemző táj, amely annyira elkápráztatja az odaérkezőket, ez Szerencsén is egyértelműen jellemző. Hát kedves polgármester úr, nagyon sok mindent megtudtunk Szerencsről. Én remélem, hogy most is meg négyszereződik a lakosság a mostani fesztiválon, ami rajta múlik, és gondolom önökön is. Ha egy pici időm van egyik nap, akkor megyek. És köszönjük, hogy még szánt ránk időt, mert tudom, hogy ilyenkor aztán már mindenki a finisbe van. Én is köszönöm a lehetőséget. Most már csak a Jóisten az, aki segítségünkre kell legyen, mert ez egy nyíltéri fesztivál, ez bizony jó időre van szükségünk. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. 23-a, 24-e, 25-ei, augusztus 25-éről van szó napon, Szerencsén a 6. csokoládé fesztiválon. Köszönjük szépen a meghívást. Én egy kis tejával tudom kínálni. Egészségünkre. Köszönöm szépen.